És újra itt vagyok a 13. részben, ez ugye egy meglehetősen szerencsétlen szám. Csak reménykedni tudok benne, hogy maga a rész az nem lesz szerencsétlen. Mennyi kő? Jó, szia. Most ez a hang, ez bőven elég volt az, hogy visszaküldjön. Így amúgy is rossz a lelki ismeretem, hogy éjszaka nem alszok, hanem lejövök ide a bányába, de így, hogy még ezt a retkes hangot is meghallott. Uá. Nem tudom, nem hiába, mert bányába úgy se érzékeled, hogy meg minden, mégis úgy. Uá. Amúgy tudsz olyat, hogy aranyból órát csinálni, lehet, hogy majd fogok is egyet, csak hogy ilyen pedáns legyek. Hogy ilyen órát, hogy ilyen nagy orrom lesz majd, és ilyen kalapot húzok rá, hogy ennyi az idő. Remek, bányász idő van. És akkor ilyen nagyon profi leszek. Lol. Az anyádat ijeszkedve, itt vagy zombikoma. És csontváz nyekerek. Itt ott. Creeper nincs a közelben. Szuper. Reméljük nem is spannol, amúgy. Szóval biztos mondtam, hogy az agresszív mobok csak egy bizonyos távolságba spannolnak tőled. Legalább 64 követ kell vinnem. Ja, hogy ott zörög, meg ott zörögnek. Skeletonok amúgy ilyen nagyon jó, mint hogyha őrségbe állnának így. Úgy oda beállnak ezekre a kis részekre. Szerintem én le fogok mászni ide legle. De előtte mindenképpen feltöltöm a kajámat. Dört. Terén úgy állunk, hogy így. Ezzel fogom magamat majd tornyozni. Gondolom itt már jártam, igen, mert amit ettem az vizet. Itt már jártam, de akkor biztos, hogy nem követ bányáztam, mert itt hagytam egy csomó követ. Úgy azért akkor egy követ bányászni a világ legegyszerűbb dolga, hogy így. Vagy így, na jó, jöttem kőbányászni. Lemegyek a bányába. Hú, ez egy kőbánya. Hát mit vártam, bazeg? Hát az Istenért kőből épp volt a terepszínű kis mosadék. Már elnézést, hogy ilyen groteszk kifejezéseket használt szegény kis ártatlan, aranyos, tündéri, szabálnivaló creeperre, de hát... nem szeretem nagyon, hogy... most is attól félek, hogy majd ide súnyog hozzám, és akkor így jön, hogy... gyere! Most nem csinálok meg ilyen hangeffektet, mert meghallja a kripus. Most tényleg ide jön. Hogy állunk? 43 kő? Kevés. Jaj, most eszembe jutott egy vicc, nem mesélem el. Nem mesélem el, mert nem olyan. Legyünk reálisak, inkább odébb, mint idébb. De vicces vagy. Na, remek, van 65. Egyelőre elég lesz talán. Jó. Ezen a zombinak a hangeffektjén kicsit betojtam. Tiszta jó hangokat nyomott ez a... jaj, de jó, hogy megcsináltam, Istenem! Hú, de jó, hogy megcsináltam! Asztalat, nem gondoltam volna, hogy ebből nekem még tényleg hasznom lett, hogy ezt így kipofosztam, és volt belőle hasznom. Jó. Hát
van négy zúzott kő, mit fogok csinálni, amíg kiégetem? Ez itt a nagy kérdés. Ó, tudom, fát vágok. Hasonlóan izgalmas meló, legalábbis a közönségem szemszögéből egy baromi unalmas meló, de valakinek ezt is meg kell csinálnia, tehát most arról már tényleg nem én tehetek, hogy a Minecraftba nem ugrik a csettintésre az ölbe a fa. Bár mondjuk aztán kreatívba ugrik, de hát azzal már elmondtam, hogy én hogy vagyok a kreatívba, hogy már egyszerűen ráuntam arra, hogy minden így az elembe pottyan. Ezért is hagytam abba a kreatívot. Helyette túlélőzök. Kreatív az amúgy csak arról szól tényleg, ami a neve is, vagy a kreativitásról, hogy hogy tudsz építgetni. Ó, 80-nal fut a frapsz, ilyen még nem volt. Aztán most elkezdek mindjárt fát vágni. Aztán lemegy 30-ra. Na, tehát ez tényleg a kreativitásról szól, bizonyos tekintetben kreatív vagyok, tehát az első kreatív játékom az körülbelül egyben az utolsó is volt. Ennyi volt a fa. Szóval dolog mondhatom. Az körülbelül egyben az utolsó is volt, de abban tényleg csináltam mindent, tehát megnézzük, hogy ennyi volt-e. Hogy abban csináltam így mindent, hogy először egy barról fogtam egy szigetet, egy baromi nagy falat húztam köréje, hogy ne jöjjenek be a szörnyek. Akkor még nem tudtam ilyen szakszavakat, hogy mobok, így hogy ne jöjjenek be a szörnyek. Akkor még meg sem tudtam különböztetni a zombit meg a creepert. Azt se tudtam, hogy a creeper az nem minden esetben robban, tehát amikor megláttam a creepert, akkor már tudtam, hogy na ez fő fog robbanni. És akkor majd építgethetem újra meg minden. Tehát így gyakorlatilag ez volt. És akkor így csináltam tényleg így mindent, így csináltam ilyen rendesen ilyen föld alatti bunkert. Azt mondja, rossz emberek azt rebesgetik, hogy túlélő, hogy kreatív módban nem halhatsz meg. Na persze, jó duma. Föld alatti bunkerem után csináltam egy bunkert még lejjebb, aztán még lejjebb. És egyszer csak kiestem a világból, és meghaltam. És akkor így belegondoltam, hogy de hát kreatívban nem halhat meg az ember, hát sikerült. Amúgy később aztán olvasgattam persze a Minecraft wikit, és akkor így rámutattak erre az egy dologra, hogy ez a világból való kiesés az egyetlen módszer arra, hogy meghalj kreatívba, persze nekem sikerült megtalálnom. És akkor még építettem egy ilyen nagy levegő szigetet, nagyon jó volt. És aztán körülbelül ennyivel be is fejeződött, de már nem tudtam mit csinálni. No, persze, oké, hogy poén meg minden, de úgy beleun az ember, tehát úgy most mi értelme van neki, minden az előbe hullik. Akkor már ennyi erővel már így, hát nem tudom, de így ez nem egy jó dolog, tehát így elértem azt a pontot gyakorlatilag, hogy most már untam. És akkor most két verzió állt előttem. Egy, elkezdek túlélőzni, vagy kettő, végleg megunom a Minecraftot és hagyom a francba. Na végre. És hát akkor nyilván észre lehetett venni, hogy én az előzőt választottam. Elkezdtem túlélőzni. Hát eleinte bűnrossz voltam benne, tehát így rögtön bele is zuhantam egy nagy szakadékba. Akkor abból mire kimászni, az egész gáz volt. És így egy darabig el is ment a kedvem a túlélőtől. De utána újra elkezdtem, hogy potyognak a szeplingek. Utána újra elkezdtem túlélőzni. És hát végül is megkedveltem az egész túlélő dolgot. Megkedveltem és jó volt tényleg. És azóta már nem is szeretek így kreatívba játszani, csak túlélőzni. Nyilván persze, vannak olyan dolgok, amikor... Tehát nem ítélek el senkit, aki kreatívozik. Mert persze szabad. Csak hát én úgy már... Remélem az én álláspontomat is így meg lehet érteni. Hogy így... Sok volt a kreatívból.
Persze, bámulatos dolgokat össze lehet hozni kreatívba. Olyanokat, amikről nekem halvány lila a dunsztom nincsen, hogy miket, de... Akkor is mennyivel jobb már az, amikor én itt vagyok, és én nekem kell mindent csinálni, mindent összeszedni, összegyűjteni. Szerintem sokkal jobb. Tényleg. Na és amúgy lehet látni, hogy itt közben, miközben meséltem, azért meséltem gyakorlatilag, hogy kicsit úgy menjen az idő, amíg égettem ki az anyagot. Mert nem akartam most azt, hogy csak így szárazon fát vágok. Tehát így... gyerünk 32, gyerünk 30... Jé, megvan 32. Még 32 vissza, akkor nyomassunk rá még egy... Ó, megint van 32. Sajnos ennél nincs rosszabb, amikor mert így már csak zúzott követ kapok vissza. Persze kiégethetem újra, de hát... Na. Kezdjünk bele. Én egy nagyon király, mindjárt mondom, hogy milyen nagyon király tetőt akarok neki. Én egy olyan nagyon király tetőt akarok neki, ami ilyen piramis módjára így körbe-körbe megy. Nem tudom, hogy lehet-e érteni, hogy mire gondolok, de így ilyen piramidion formába. Körbe-körbe. Mindjárt bemutatom, hogy miről beszélek. Úgy. És akkor ezt így körbe rakni. Erre gondoltam. Jó sok anyag lesz, de nem érdekel, mert a szépségért mindent. Jól nézzen ki a házikom. Amúgy tényleg, ha ebben akarok lakni, akkor már tényleg úgy nézzen ki jól. Na. Na, mobok vannak. Különösen pókra gondolok. Na, persze. Hát miért is ne lennél te, Szemét Creeper? Miért ne lennél itt? Hát ez... Tényleg, mi lenne, ha egyszer nem spannolna nálam Creeper? Áj, édes Isten, de nem adom meg, mert minek most már nincs szükségem puskaporra. Ő inkább behúzok a házamba, azt alszok. Persze az ajtót nyitva hagytam. Megfordulok, és ott a Creeper. Pfff, na, aludjunk. Amúgy lehet hozhattam volna egy vödörlávát valamelyik bányából, aztán akkor nem a szenemet pazarolnám. Nem, mintha ilyen nagyon sóher lennék, de nem biztos, hogy kéne a szenet pazarolni, mert... Nem biztos, hogy van rá keretem, hogy nem biztos, hogy én megtehetem ezt, hogy pazarlom a szemet. Így, hogy szépen... Négyel osztható számot kapjunk. Nehogy a nyakunkon maradjon egy kevés. Na! Amúgy azt gondolom másoknak is feltűnt már, hogy nem ölöm már, meg már nem halok éhen. Köszönhetően a dinnyéknek, tehát én mondtam, hogy amikor megtaláltam így az első ládába a tökmagot, én megmondtam, hogy nekem dinnyeked, és akkor onnantól már jól vagyok, köszönöm szépen. De hát... Azért sokat kellett még küzdenem viszonylag mire. Na, 16 zúzott kő, tégla, gyere! Na, meg is lesz a következő sor. Amúgy még hány lesz? Hogy lesz itt? Még lesz egy... Még kettő lesz így kő. Még kettő emelet lesz itt. Oh-oh, csak így majd már nem tudok följutni, jó van. Hát amúgy ezt... Annyiban nehéz megcsinálni ezt, hogy... Annyiban nehéz ezt megcsinálni, hogy
hogy nehéz hozzá följutni. Yeah. Na nézzük tovább. Akkor még lesz 48 kőtéglám, szerintem több lesz, mint elég. De nem ítélkezek el, ha markodottad. Ez fáj, de nem baj. Ami nem öl meg, az megerősít. Vagy hivatalosan úgy vagy, ami nem pusztít el, az megerősít. Ezt én először egy olyan szituációban hallottam, már csak 20 az utaszáció. Jó, nagyon jó, tényleg, na főtekerőd a fegyverre. Megint csak 20, jó van, amúgy amíg nem mozgok, addig jó megy a fel. Na jó, pauza. Nem segít. Nem tudom, mi a baj a frapsnak, már sem tudom, miért jöttem ide. Ja, hogy még több vizéje, tétlája, Jó, most megint 50-nel fut. Jó lesz, megoldjuk. Túlélünk, egy kis lag, az nem a világ vége. Kellőképp élvezhetetlenné teszi a játékot, de nem a világ vége. Amúgy itt a mikrofon beállításokkal az elején nagyon sokat szöszmöszöltem, és így... most már itt a 13. rész tájékán, nyilván nem kell mondanom, de így ahogy utána néztem, ilyen vannak ilyen hanghibák, hogy bebúg a dolog meg minden. Hát egyelőre én úgy vagyok vele, hogy annak is örülök, hogy egyáltalán tudom ezt így csinálni, mert egy darabig úgy tűnt, hogy nem is fogom tudni, mert hogy olyan halk lesz a hangom. Aztán most hála a jó Istennek sikerült. És akkor így most nekem semmi okom tényleg nincsen már a panaszra. Na, nagyon szép lesz. Szerintem nagyon szép lesz. Nekem nagyon tetszik. Ez a piramisos dizájnt már nem is tudom, hol láttam legelőször, de írtóztatóan megtetszett, utána rögtön a következő házamat már így építettem, és hát nem tudok leszokni róla, mert tényleg írtóztatóan jó. Hú, ez a kis B betű ott olyan bénán néz már ki, hogy nem igaz, hogy most már nem tudok honnan sajnos gyapút szerezni. Nincs. Szerintem egyszer... Ezt én innét kiveszem. Hogy ne égjen több, mint amennyi kéne. Tehát így... Nem akarom, hogy... több legyen, mint amennyi kéne. Amúgy másnak is feltűnt, hogy az a betű majd nem fog ide férni. Kicsit majd megpreparáljuk, hogy ide férjen. Jó. Amúgy nem tudom, ki, kommentbe lehet válaszolni. Kinek tetszenek ezek az ötletek, amiket csinálok, amiket kitalálok, ilyen küldetéseket magamnak ezek. Kik szerint kreatívak, és kik tartják hülyeségnek? Biztos vannak, akik hülyeségnek tartják, hogy erre pazarlom a gyapjút, de hát most mit csinálják vele? Hát ez a gyapjú, ez az általános idő gyakorlatilag, amikor valamit így színezni vagy rajzolni akarok, akkor azt bármilyen színes dolgot akarok így csinálni, ezt mind gyapjúból kell. És szerintem így ezen kívül nem sok mindenre lehet használni. Ahogy ezt én elfelejtettem, hogy most nem hoztam annyit. Jó. Szerintem ennyi már bőven elég lesz, persze még ég a kő, tehát... Pont elég. Ezzel mondjuk semmire nem megyek, mert így is úgyis még ott ég a kő. Isten király! Én komolyan mondom, ez egy akkora király dolog lett. Na, most villám gyorsan ki is fáklyázom.
Jön az este, aztán beszpannolnak. Akkora egy királyság lett. Nem tudom, ki szerint lett még nagyon jó. Nyugodtan ezt is, hogy ha kérdezek valamit, még ha csak úgy tűnik, hogy költői kérdés, akkor is nyugodtan lehet rá kommentben válaszolni. Ó, nagyon, de nekem nagyon tetszik. Hú, na megnézem kintről is. Wow. Fú, baromi jól néz ki. Szerintem baromi jó lett. Egy kis szépséghibája, hogy az ajtó nem középen van, de hát ennek nincs közepe, az az egyik, a másik meg, hogy ilyen dupla ajtót akartam, de az nagyon sok vas lett volna, és nem akartam pazarolni. Szerintem én lassan akkor át is költözök a gombaházikot, azt meg megtartjuk esetleg ilyen raktárnak. Nem szándékozom elpusztítani. Meg semmisíteni. Hoppá, mi ugrott ki? Három kő. Jó, ezt már itt is elő raktárban. Na nézzük csak. Mondjuk, mit raktározhatnánk itt? Mondjuk azt, amit a muboktól szerzünk. Vagy szerzünk, szerznek én. Egyszer például ezt itt fogom raktározni, amit a moboktól szerzek. Meg a nether dolgokat, amik mellesleg még nincsenek. Lol. Hát ez nagy szívott részemről. Mellesleg még nincsenek nether dolgok, de majd lesznek, tényleg. Tutira lesznek, mert most mennyi ideje mehet ez a felvétel? Nem oly régóta, de talán... Ó, igen, sikerült. Mindig segítenek a csodák nekem. Na, nem olyan régóta megy még talán ez a felvétel. Akár még a Nether kaput is begyújthatnám. Tehát akkor mi lenne a rész címe? Amúgy nagyon gyakran ilyen duplás címeket adok, mert két fontos dolog is történik a rész alatt. De... egyelőre ötletem nincs, hogy mi lehetne a résznek a címe. Na, egyszer káját lerakjuk, jó? Egyszer lerakom a barkács asztalat, hol tegyem. Na jó, ez most tök véletlenül volt, de megoldottam most, hogyha olyan lennék, akkor megoldottam ezzel a hova tegyem kérdést. Nincs nálam egy kis homok. Nem, a ágyikomat amúgy hoztam. Miért nem hozom az ágyamat? Basszus, hát az a legfontosabb. Az Istenért, most már ma ebben akarok aludni ebbe a házikomba. Oho, jól lesz sietni. Na nézzük akkor, puty. Amúgy a csillés utazás után kicsit laggol. Nem baj, nem érdekel, akkor is csillével utazom, mert jó. Ah, jó, 10-zel megy a frapsz, már csak 7-tel. Na jó, pauzázok. Jó. Most kicsit talán beindul a frapsz. Hagynom kellett volna neki egy kis szünetet, a kis kafé pauzát, miután csilléztem, de hát nem tudok, mert mozdulj meg. Na, így be kell lökni a csillét kicsit. Sokkal egyszerűbb, mint beleülni és úgy taszigálni. Na. Megnézzük, mit ér az, hogy kifákjásznom. Na. Szerintem itt jobban néz ki így. Na nézzük csak. Ugye kemence kell. És mindenki sikítva üvölt, hogy van már egy kemencém. De nem vagyok fia, direkt csináltam, mert nem árt, van kettő. Úgy jó lett. Szerintem ez így dizájnosan próbálom berendezni, illetve a dizájnostól messze van, de... hát remélem, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez így most sikerül-e. Na persze, hogy nem. Ó, ja igen, mert hogy rossz felébe raktam. Jó, nem baj. Ez volt a tanulópénz.
Akkor ezeket majd átviszem majd. Béna kardot eltesszük, vetőmagok, nyomólapok, kerítés, üveg, homok, tök, vas, minden. Sóder kapa, tégla. Fákja marad. Jó. Szemet elrakjuk. Jó, szeplingeket elbarkács, másik barkácsasztalt elrakjuk. Amúgy sokszor csinálom azt, hogy két barkácsasztalt készítek. Illetve, hogy nem kér, hát jó, egy játék alatt kb. 50 barkácsasztalt készítek, mert van, hogy csak ugye mondjuk tönkre megy a nem spannol senki. Tehát elkezdtem egy gondolatmenetet, amúgy észrevettem azt is a videóim folyamán, hogy sok gondolatmenetet félbe hagyok. Tehát amikor lemegyek egy bányába, mondjuk eltűnik a vascsákányom, akkor biztos, hogy fogok csinálni egy barkácsasztalt, új, akkor csinálok egy kemencét, és kiégetek benne vasat, mert mit tudom én, mert lehet, hogy gyémántot találok, vagy nem tudom én. Tehát azt így mindenképpen. És akkor ilyen alkalmakból elég sok van, és akkor lesz egy csomó barkácsasztalom. De már mint hogy én olyat is szoktam, hogy egy házon belül kettő barkácsasztalt lerakok. Később rájöttem, hogy ennek annyira nincsen semmi értelme, hogy az már csúcs. Mivel hogy minek? Mert ezt inkább olyankor szokták csinálni, amikor így sokan játszanak, hát sokan persze, sokan. Tehát amikor így játszanak ketten mondjuk, és akkor hogy mind a ketten tudjanak kraftolni meg mindent, tehát ilyen helyzetekben. Hogy ez a rózsa, ez így itt marad, de nem baj, mert ez így jó, mert elfér. Mondja valaki azt, hogy nem fér ide. Ezt majd itt tele akarom rakni glowstone-nal. Akkora király lesz ez is. De szerintem én ma már csak azért is nem utazom át a Netherbe, hogy így... hogy majd ilyen elvonási tüneteim legyenek. És holnap minden ára játszani akarjak. Lehet, hogy ma csak ezt a három kis kurta félórácskás részt veszem föl, mert már az előző kettőt is ma vettem föl. A kutat át kéne költöztetni, mert itt nagyon rossz helyen van. Na, emberek, amúgy a sziget nevekről szóló videó már föl van töltve. Várok azért egy-két javaslatot, még most, nem tudom, lehet, hogy mire ezt fölrakom, addigra már lesz 50 ezer javaslatom, de egyelőre most, ami a videó készítésének pillanatában még várom őket. Itt fogok bakellitet szerezni, ez térít tökéletes lesz erre. És azt hiszem, hogy begyújtom a Nether kaput, át nem megyek rajta, de akkor minek gyújtom be jogos. Akkor nem fogom, hanem elrendezem a chesteket. Nem vagyok jó a chest rendezésben. Tényleg. Nem vagyok jó benne, de igyekszem nagyon. Nagyon igyekszem, hogy jó legyek benne. Megláthassuk, hogy hogy fog működni. Na. Oh yeah. Meg a kaját is tárolhatnék itt akár, meg... Na jó, nézzük akkor. A festéket is itt tárolom, jó ötlet. Na mondjuk ilyet például nem fogok itt hagyni, hogy... Festéket, igen, ezt viszem. Sódert is elkötöm. Ez egy tintázsák festéknek minősül. Mobtól szereztem, jó? Az íjat is mobtól szereztem, tehát az is itt marad. Tintázsák, jó, arany jön. Kő jön. Kovakő is jön. Ezt azért mobtól szereztem. Festék. Homokvarcsákány, blablabla. Kerítés jön. Jó, akkor elvileg megvan minden. Mit mondtam, még mit tárolok, majd még itt a Nether cuccokat, jó? Majd itt tárolom a Nether cuccokat is. Na, ez is megy, ez kész. Jó. El van döntve. Nether cuccok, kaját akkor nem tárolok itt, mert kaja az elfér nálam is. Ilyenkor szoktam azt, amikor 50, összejön 64 dinnye, hogy mégis itt tárolom.
És akkor így. És ez most így durvának tűnik, hogy 64-et belevágok, de lesz, mert a dinnye az úgy terem, mint a gép. Dinnyét azt meg se lehet állítani a termésben. Amúgy, még amit mondani akartam... Azon, amikor... Persze, hogy nincs nálam a fakapám. Azon, mikor odavágok egy ilyen szép kiégetett követ a falra, azon már csak azt tesz túl, amikor egy obszidiánt vágok oda a falra. Akkor kell hozni a gyémántcsákányt, és akkor fél óráig ütlegelem, mire lejön onnan. Tehát azok ilyen szép dolgok. Meg amikor az üveget odavágom. Ahó, az még profi. Az üveget is fölkenem, és akkor azt már megszívtam. Na nézzük csak. Homokkal, hogy állunk, van négy, akkor... Égessünk. Mit, minek égessük ki, nem kell semmi. Jó, gyémánt. Kerítés. És azon gondolkodok, hogy kerítéssel mit lehetne csinálni. Mondjuk körbekeríteni a kis kertemet. De arra akkor fog kelleni majd még egy kevés kerítés, meg egy kapu. Jó, akkor eldőlt a... további részben majd még ezt fogom csinálni, hogy kerítgetek. Így. Meg egy kis kaput. Amúgy szerintem a kaput az egy német szó. Annak ellenére, hogy mi is használjuk, az a kaput az egy német szó. A németeknél pont ugyanazt jelenti, mint nálunk. Hogy ilyen bláh, teljesen kész vagyok. Ez az, hogy totál kaput vagyok. Nézzük csak. Azért nem kéne gyémántcsákányokat magamnál hordozni. Egész norma. De erről beszélek, hogy esélyem nincs éhen halni, amíg dinnyét termesztek. Na jó, nézzük. Kerítés. Jó, megy körülbelül 5-tel a fraps. Na most 60-nal, már csak megint 50. Illetve, hogy most 50, ne jó lesz, nem baj, megteszi. Így valahogy nem tudom, hogy úgy kéne, hogy... Nem jó. Jó. De már megint itt egy dinnye. Hát mi ez? Istenél. Hát... Ajajajajajaj. Na jó, kell még egy csomó kerítés. Kertész leszek. Fát nevelek. Kelő nappal én is kelek. Tiszta Minecraft. Na, jó. Nem tudom mondani, hogy milyen ratyim fog ezt kinézni. De nem baj. Irgalmatlan rosszul fog kinézni. Szívok, de nem baj. Akármilyen rosszul is néz ki, ez most így lesz. Kész. Nem nyitok vitát. És nem használom a csillét, mert elég laggos a frapsza nélkül is. És be kéne pakolni a ládába a cicaimat amúgy is. Szóval visszatérek a... Ú, nagyon király, készen van a házam.
Most ennek a résznek valami olyasmi címe lesz szerintem, hogy kész a ház. Hoho, kapok el még, kapok el. Ilyenek nem kellenek. Jó. Na, hát most nagyon... Most nagyon örülök a fejemnek, hogy ilyen sikeres vagyok. De ilyen, hogy facsákányi, ez mi ma? Ezt ma... ezzel már rég fűteni kéne. Vagy minimum, nem tudom mit lehet. Vasöntvények, nagyon jó. Amúgy vasrúd most már az. Mert aranyrúd, az mindig aranyrúd volt. Csak a vasrúdat most átkeresztelték. Vasöntvényről vasrúdra keresztelték, ugye? És hát akkor így... nehéz lesz megszokni, hogy vasöntvény helyett vasrúdat kell mondanom. Aztán gondolom, hogy ha nem mondok, nem mondom, akkor is. Amúgy gondolom mindenki tudja, hogy miért jöttem ide, azért még több kerítést csináljak. Ennek ellenére az egyetlen, amit nem csináltam, az a kerítés. Hát most minden deszkámat felhasználom. Okos vagy nem okos. Ez van, ezt kell szeretni. Nem lesz elég amúgy, de nem baj, akkor is körbe fogom keríteni. Hát ez valami nagyon ocsmány kis kert ott. Én tudom, engem most megszállt az ihlet, hogy mit csinálok. Fogom magam, és ezt az egész búzaültetvényt áthúzom ide. És sokkal jobb lesz így, szerintem. Tudom, hogy elég lenne, hogyha egy pöttnyi vizet raknék és köré búzát, de én jobban szeretem ezt így. Ha nem haragszik meg senki. Ez ilyen dizájnosabb, mindig ezt a szót használom, de hát így vagyok vele, hogy ez dizájnosabb. És akkor most lefekszem, és... akkor ez most egy hosszú rész lesz, hm? Maratoni rész jöhet. Amúgy biztos, hogy maratoni rész lesz, mert most már úgy döntöttem, hogy ma ez lesz az utolsó rész, viszont ezt a kis kertet még akkor is áthurcibálom. Akármi lesz. Amúgy biztos megkérdeztétek majd, minek rakom ide a tököket. Hát egyszerűen designból megint. Megint, tehát ilyen rengeteg mindent csinálok designból. De amúgy szerintem a nagy többség, amit csinálok, az tényleg dizájnos. Amúgy nehogy ezt a lépcsőt nézem már a kertnek. Az ínyét szerintem ott hagyhatom. Nem lesz belőle semmi, gebasz. Kerítés szét... na, most már szórakozz itt vele. Kerítés szétverni még baltával is jó sokáig tart. Tehát, hogy nem, nyilván nem tart sokáig, de úgy aránylag mondom, tehát, hogy... jó, ezt majd itt lebontom, ez hülyeség volt ide csinálni. Ugye a kerítés miatt csináltam. És így szépen lassan ne áthurcibálok mindent. Jó, onnantól, hogy most már, hogyha itt megérik egy búza, azt már nem fogom újra vetni, hanem odarakom. Meg vannak már magok amúgy is ott nálam, meg vödör is van, meg minden van, csak persze mindent megint ott hagytam. Jól van, ügyes vagy. Koba a király. Mindent elfelejt. Jó, 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 nagyon jó, tényleg. Egy idióta vagyok. Na, ezt hogy így letudtuk. Vödör. Most már megint majdnem eljöttem. Vödör nélkül. Vödröm, vödröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Na jó, ezt itt biztos, hogy ki kell már kicsit egészíteni, de nem baj. Nem baj. Jó lesz. Na, előbb töltsük fel vízzel. Felnét előbb megkapáljuk. Nem tudom dönteni, hogy mit, melyik király melót csináljam először. Megvan. Eldöntöttem. Először egy kutat csinálok. Nagyon jól eltaláltam a méretét, mert így három vödör vízből pont föl lehet tölteni. Jó, jó, utolsó. Rápszom, hogy még fut 50-nel, úgyhogy jók vagyunk. Hát, hogy én vagyok jó, ti megnéztek engem, ahogy jó vagyok. Az anyukádat.
Nesze. 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 Jó. Megnéztem. Be fog telni megint a merevlemez. Azért is laggoskodik, úgyhogy... Azt hiszem, hogy... A villám gyorsan megköszönöm mindenkinek a figyelmet szerintem, mert most már nagyon másra nem lesz esélyem. Na, kidobálom még ide a magokat, tessék, hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Gyorsan, meg is van. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Szerintem, most így végignézünk a szigeten, oltári királyság, tehát egy gyönyörű ház, a színes gyapjú, csillerendszer, kiskert, minden megvan. Már csak egy-két állat, ha ide jönne, de tinta alakon kívül nem látok. Na, tehát akkor köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Köszönöm a... Ó, oh, nem ám kiütöttem ott valamit. Köszönöm a figyelmet. Viszlát!